Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istenünknek igéjét, melynek alapján ma szent lelkét segítségül hívva öröm üzenetet szeretnék hirdetni közöttetek. Megírva található ez az előbb felolvasott igeszakaszban, János evangéliumának a 10. fejezetében, a 9. versben a következőképpen. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, hányféle ajtón mentetek csak ma át? Csak egy pillanatra gondoljuk át, hogy hányféle ajtón léptünk már ma át? Ott van a szoba, ahol aludtatok, a lakás, a ház, az otthon bejárata. Itt van a templom ajtó, hogy csak néhányat soroljak. Egyik térből lépünk át a másikba, talán sokszor olyan rutinosan, hogy fel sem tűnik, kivéve ha belerúgunk a küszöbbe, de alapjáraton észre sem vesszük, ahogy átlépünk az egyik helyről a másikba. Máskor viszont nagyon is kézzelfogható számunkra ez az átlépés. Olyankor van ez, amikor valamire így nagyon várunk, valamit nagyon vágyunk, valami nagyon örömteli pillanatról van szó, lehet ilyen egy esküvő, ahogy itt a hétvégén is ünnepeltünk, lehet egy gyermek születése, a kiszemelt iskolában az évkezdés, vagy lehet így az előléptetés küszöbén egy pillanatra megállni. Hogyan is lesz ez? És még olyan sok mindent sorolhatnánk. Itt van például a konfirmáció. Megállunk egy pillanatra, mert örülünk. Vagy pont az ellenkezője. Akkor is megállunk, hogyha mindennek a hiányát tapasztaljuk. Megállunk akkor, amikor tudjuk, hogy az ajtó mögött beteg ágy vár bennünket. Megállunk akkor, amikor búcsúzni kell. Megállunk akkor, amikor nagyon keserű a bizonytalanság. Megállunk akkor, amikor fogytán van a remény. Megállít bennünket az ismeretlen. Megállunk boldogságunkban, és megállunk megrendültségünkben is. És ilyenkor ott az ajtó előtt állva, akkor egy pillanatig azért úgy vágyunk arra, hogy valaki azt mondja nekünk, minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Jó helyen vagy. Ezt kerested, megérkeztél. Ne félj. Minden rendben lesz. Mennyire más lenne akkor az életünk, hogyha újra és újra így léphetnénk át a küszöbön, újra és úgy léphetnénk be az ajtón, hogy tudjuk, rendben leszünk, bármi is várjon ránk. A Szentírás tel is tele van ajtókkal. Kinyíló és bezáródó lehetőségekkel. Kezdetben, amikor Isten megteremtette a világot, benne az embert, ebben a kész világban, amikor létrehozta a tereket, amiket elválasztott egymástól, nem volt ilyen markáns különbség. Nem zárkóztunk be, nem volt szükség erre, nem volt szükség erre a nagyon szigorú elválasztottságra. Mindennek helye volt, és a maga helyén rendben volt. Nem kellett sem a világtól, sem a másik embertől tartani. Nem kellett bezárkózni ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat. Viszont az embernek nem volt elég ez. Hiába volt körülötte minden jó. Többet akart. Maga akart dönteni arról, hogy mi tetszik neki, mi nem tetszik. Mi kedves, mi nem az. Mi jó és mi rossz. És Isten vezetése helyett ment a maga feje után, ahogy ezt tesszük annyiszor azóta is. Ennek a lázadásnak nagyon sokféle következménye lett az életünkben. És ezek közül csak egyet szeretnék így kiemelni most, azt, hogy bezáródott egy ajtó. Nem volt visszaút az Édenkertbe. Ezt olvassuk, hogy miután kiűzte az Úristen az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Ez az út, ez lezáródott, bezáródott, ami az életet jelentette volna számunkra, attól el lettünk zárva. Viszont nem múlt el nyomtalanul az Éden kert lenyomata a szívünkből. Ott van a mai napig. Mind a mai napig keressük azt az utat, azt az ajtót, amin át újra a helyünkre kerülhetünk. Ahol szeretet, igazság, békesség, öröm, szabadság vár bennünket. S valljunk be őszintén,
Nagyon sokszor így válogatunk a feladataink között is. Azt tesszük meg előbb, amitől ezt reméljük. Így apostrofálunk fontosnak eseményeket, hogy na ugye itt majd belekóstolhatunk mindebbe. Vagy pedig így döntünk konkrét emberek, konkrét közösségek mellett. Azokkal ápoljuk a kapcsolatot, azokat tartjuk számon, akik mellett ezt reméljük megélni. Vágyjuk, hogy az általuk megérkezzünk az elvesztett harmóniába. Az Isten elleni lázadásunk nyomán azonban megtapasztaljuk azt, hogy még a legszentebbnek hit kapcsolatok mélyén is ott van az önzés, a kegyetlenség, ott vannak a forrongó indulatok, ott van a keserűség. Az Édenen kívül levők valóságával, az élet törékenységével, múlásával találkozunk. Ez a mi valóságunk. Hogy bár pillanatnyilag nagyon sok mindennek tudunk örülni, és átmenetileg nagyon sok mindenért tudunk hálásak lenni, és látjuk azt, hogy hoho, de jó, most biztonságban vagyok, de nem tart ez örökké. Semmi nem tudja maradandóan megtartani az életünket. A kerubok őrzik Isten országának a bejáratát, az ember magától be nem léphet oda. Aki, vagy ami mást ígér, az, ahogy olvasta is nekünk Emily, tolva és rabló. Azért jön, hogy pusztítson, reményt és életet egyaránt. Jézus azonban ezt mondja magáról. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. Mit mond ezzel? Azt, hogy ő az az ajtó, akin át teljessé lehet az életed, aki meg tud védeni, aki meg tudja tartani az életedet körülményeitől függetlenül. Ő az az ajtó, ami bőségre hív, arra, hogy biztonságban légy, hogy szabadon mozoghass ott, ahova vezet. Igen, ad korlátokat, de azért, hogy megtartson, őrizzen. Nála megpihenhetsz, nála feltöltődhetsz. Ő az, aki elválaszt attól, ami káros számodra, ami félelmetes, ami veszélyes, mert meg akar őrizni. Azt akarja, hogy örömöd legyen, méghozzá nem egymagadban, hanem hogy olyanokkal lehess együtt, akik szintén ezt a békességet vágyják, akik szintén békességben élnek. Azt akarja, hogy helyed legyen ebben a közösségben, hogy akik őt követik, mind egy nagy közösségnek a tagjai legyenek. Ezt készíti számunkra. Most és mindörökké ezt készíti számunkra. Jézus Krisztus az az ajtó, akin keresztül Istenhez eljuthatsz. Ő az, aki most és mindörökké életre hív téged. Ő a visszaút. Jézus az az ajtó, aki utat teremt számunkra, vissza Isten országába. Vissza abba a világba, ahol többet nem lesz sem gyász, sem fájdalom, sem halál, de lesz helyette öröm, találkozás, közösség Istennel és egymással, és a teremtett világgal is harmónia, az újjáteremtett világgal. Bár 2000 éve hangoztak el ezek a szavak, de ma is nagyon igaz ez. Ma sincs másként. Ő az egyetlen ajtó, aki átvezet bennünket ebből a törékeny és töredékes világból, abba az el nem múlóba. De nem úgy teszi Jézus, ahogy nagyon sokszor ezt remélnénk, hogy ha itt találkozunk vele, akkor így kiragad bennünket, és így átteleportál, talán a fiatalok ezt jobban értik, de hogy egyik pillanatról, egyik csettintésről a másikra már ott vagyunk Istennél, és minden szép, és minden jó, és boldogok vagyunk. Nem. Jézus nem ezt az utat adja elénk, hanem betölt újra és újra szeretetével, azért, hogy tudjunk ebből másoknak is adni, hogy túl csorduljon rajtunk keresztül. Vezet bennünket, szent lelkével és igéje által terelget, ahogy itt énekeltük is. Néha csendes imádságainkra válaszol, máskor egy közösségben értjük meg az ő szavát, és halljuk meg azt. Máskor erőt ad. Erőt ad ahhoz, hogy felvegyük a harcot a gonosszal szemben, hogy ki tudjunk tartani Isten és az ő igazsága mellett. Erőt ad ahhoz, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést, akkor is, amikor ez nagyon nem egyszerű. És Jézus Krisztus hív bennünket arra, hogy miközben bennünket gyógyít,
mi is segítsünk mások sebeinek a bekötözésében. Talán az anyukák ezt jobban értik, hogy milyen a sebeket kötözni, főleg kisgyerekek mellett. Mi legalábbis sokszor adtunk példát erre anyunak. De nem csak nekik szól ez a hívás, hanem szól nekünk is, egyen-egyenként. Mert amikor megbocsátasz, vagy amikor bocsánatot kérsz, amikor meghallgatod a másikat, pedig neked is lenne valami nagyon fontos mondani valód, amikor hátrébb tudsz lépni azért, hogy lásd őt, akkor ezt teszed. Amikor Jézusra figyelve megérted azt, hogy mire van igazán szüksége a másiknak, akkor lehetsz Krisztus keze és lába, akkor lehetsz füle és szája, akkor te is gyógyír lehetsz általa. Mert akkor tudni fogod, hogy mire van szükség. Tudni fogod arra, hogy aktivitásra vagy megállásra, szólásra vagy hallgatásra. Akkor ő fog vezetni. Már itt, már most. Egészen addig, amíg meg nem érkezünk Isten kézzel fogható, tapintható jelenlétébe. És tényleg abban a világban leszünk, amin már nincs lenyomata a bűnnek. Szeretett testvéreim, drága konfirmandusok, hadd szóljak most kifejezetten hozzátok, de közben mindenki máshoz is, és figyeljünk arra, hogy hol érintenek bennünket ezek a szavak, ezek a kihívások. Az ajtón át belépni személyes döntés. Én nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy ezt senki nem teheti meg helyettünk. Ezt nekünk kell megtenni. Ti ma itt egy nagyon nagy lépést tesztek ezen az úton. Mert hogy, ahogy mondtuk, a konfirmáció egy mérföldkő hitetek megerősítésére, aminek Jézus Krisztus áll a középpontjában. Az ajtó, aki utat nyit számotokra is Istenhez. Emlékezzetek azonban arra, hogy így a hitvallás tételetek még nem a célba érkezés. Egy lépés a sok közül. A ma hitvallását a holnap döntései, a holnap fogják hitelesíteni. Számtalan kihívás áll előttetek. Erről is beszélgettünk egy kicsit. Lesznek vívódások, merre menjek, mit döntsek, mit vagy kit válasszak. Részetek lesz örömben, amikor felismeritek azt, hogy jól döntöttetek, és ennek érzitek a gyümölcsét. És tudjátok, hogy most igazán jó helyen vagytok. És lássuk be, lesznek bukások is. Lesznek olyanok, amikor csalódni fogtok. Csalódni fogtok magatokban. És csalódni fogtok másokban. Csalódni fogtok egymásban. Sőt, mi több, könnyen lehet, hogy csalódni fogtok az Istenről alkotott képetekben is. De ilyenkor jusson eszetekbe ez. Jézus változatlanul az ajtó. Az az ajtó, aki életet akar nektek adni, aki az élet útjára vezet benneteket. Nála van bocsánat, és nála van újrakezdés. És vele sosem maradtok magatokra. Egyrészt ígéri azt, hogy minden napon velünk lesz a világ végezetéig. Másrészt pedig egy közösségbe hív el titeket, hogy most ott préselődtök együtt a padban, ugyanígy préselődhettek együtt tovább az úton. Összeköt benneteket, és minket is ez az ajtó. Az IFI, a gyülekezet, az egyház lehet a ti otthonotok is. Akár itt ebben a templomban is. Azt már tudjátok, hogy milyen itt aludni, legalábbis többen ezt megtapasztaltátok közületek, hogy milyen az, amikor alszunk, vagy próbálunk aludni itt a templomban. De talán egyszer ti is megtapasztaljátok azt az otthonosságot, mint nemrégen valaki, aki így nagy lendülettel megérkezett, lerúgta a cipőjét, és levágta magát közénk, pont mint ahogy ezt otthon tennénk. És olyan jó volt ezen így összemosolyogni, hogy de jó, hogy így érkezel meg közénk, de jó, hogy ilyen otthonosan jársz itt. Cipővel vagy anélkül, jusson eszetekbe, hogy helyetek van itt. Helyetek van, mert Krisztus összeköt bennünket. Mi erre a biztosíték? Talán már ti is tudjátok a választ. Hát ő maga. Ő maga, aki az élete árán is igent mondott a veletek lévő kapcsolatra. Mert a visszaútnak, ami visszavíz bennünket Istenhez, ez volt az ára. Mindig Krisztus mondja ki ránk először az igent. Mi csak válaszolhatunk erre. Válaszolhatunk a felajánlott szövetségre hálás köszönömmel a hétköznapokban, a döntéseinkben, minden pillanatban úgy, hogy újra és újra őt választjuk, vagy mint ma, majd ünnepélyes keretek között. Mert Jézus mindannyiunkhoz szól, vele minden rendben lesz, vele rendben leszel.
jó helyen vagy. Azt mondja, hogy engem kerestél. Itt vagyok. Ne félj. Sose félj keresni az utat. Sose félj kutatni azt, hogy mi visz hozzá közelebb. Sose félj elindulni, hogyha meghallottad a hangját. Sose félj, hogyha látod Krisztust, az ajtót. Így készüljünk együtt most a fogadalomtételre, a következő énekünkkel, mert élni benned, Jézus, olyan jó. Amen.